sportosat. Híradónk vendége Bacskai Imre, olimpiai bronzérmes ökölvívónk. Szervusz, üdvözöllek! Szervusz! Most ünnepelted a születésnapodat, Hendikat is? Hát igazából ezt nem mondanám, hogy ünnepeltem, ezt már úgy tudomásul veszem. Nagyon jól érzem magam a bőrömben, 58. voltam, és most már 59 jön, de úgy nehéz megbarátkoznom a gondolattal, mert még abszolút nem érzem a koromat. Tehát én mindig úgy érzem, mint hogyha 20-30 éves lennék, tehát nem tudom még azonosulni a korommal. Egyes hírek szerint péntekenként jársz egy helyre, ahol még boxolgatsz. Ott is úgy érzed, hogy még azzal a sebességgel, azzal a gyorsággal megy ki a kezed, mint régen, vagy már azért itt már van egy kis csúszás? Hát nem a gyorsaságról beszélik, a lassúságról. Hát a lassúságom az már olyan, amilyennek lennie kell. Tehát hiába érzed magad 20-30 évesnek? Igen, így meglepnek, mert ugye azért nehezebb fiúkkal szoktam bunyózni, ugye aránylag ott például karácsonyfa dísznek számítók, ugye jóval súlyosabbak vannak, nem biztos, hogy ilyen Adoniszt kell elképzelni, egy kicsit túlsúlyosak, ilyen-olyan-amolyan, régi veteránok, ugye Szegő Andris, aki ugye vigyázzám, a bal csapottat nem üti, mert véletlenül belenézek, akkor vége a meccsnek, ugye a Farkas Peti most túl van egy komolyabb műtéten, ő is ugye szokott velem még birkózni, boxedzésen birkózni. De nem te miattad kellett műteni, nem te okoztál neki. Nem vagyok veszélyes ránézni, nem. Állandóan lefog, összecsomóz, meg itt szóval nem olyan egyszerű őt azért, hogy úgy megverni a szorítóba, és ráadásul elég ügyes is. Aztán még azért van a Nagy Jóska, EB ezüstérmes régi sporttársam, ugye még a Badari, Kajdi, Orbánék generációja. Tehát ott azért jó kis társaság van, és hát mindig vannak újak, más küzdősportágbeliek, akikkel azért jó találkozni, néha egy kicsit játszani. Szóval nagyon jól lemenni az edzésre. De csak azért hoztam szóba, hogy mennyire érzed valóban magadat 20-30 évesnek. Tehát... Hát most, hogy így kérded, veled már nem mernék kiállni. Ugye volt szerencsém, hogy egy párszor kesztyűzni veled, és tudom, hogy brutális vagy, hogyha kicsit úgy megbozolom a hajadat, és azt már inkább nem merném. Akkor egy kicsit komolyabb téma. Mennyire vagy elégedett a sportolói múltaddal? Én azt gondolom, hogy így utólag visszanézve meg vagyok elégedve. Amikor ugye elkezdi az ember, ugye óriási célokat tűz ki. Ugye nyilván először is a korosztályos bajnokságok. Ugye normális, hogy mindenki akkor érzi magát biztonságban, amikor a korcsoportos versenyeken jól teljesít. Tehát ugye legalább a döntő kerülés ugye egy magyar bajnokságon elvárható, még akkor is, hogyha ha most vagy régebben más mezőny volt. Tehát ugye egy országos bajnoki élem mindenképpen, és ebből jó lenne az arany. Ugye akkor a nemzetközi versenyek, alkategoriás versenyek, amik ugye többé-kevésbé olyanok, mint az Európa-bajnokság, csak nem adhatnak mindig EB-t vagy VB nevet. Tehát adnak valamilyen országbeli hírességre egy nevet, és ugyanolyan versenyzők jutnak oda, mint mondjuk az Európa-bajnokságon, a legjobb, vagy a világbajnokságon. Tehát összeakadhat az ember olyanokkal, akik amúgy a világ legjobbja, és egy kisebb versenyen mondjuk nem EB-n, VB-n találkozik velük. Tehát érdekes. Mennyire ismernek, tudják meg, hogy ő a Bacskai, az olimpiai bronzérmes, EB ezüstérmes, világkupa második helyezett. Mennyire tudják ezt? Hát otthon megismernek. Tehát a párom az abszolút tudja, hogy képben van. Hogy mi magadat is, mikor benézze a tükörbe, megismered? Vagy megrémüzni, hogy te nem erre a Bacskaira emlékszel? Nem ezt az arcot? Hát keresed? Igen, valamikor ugye a párom azt mondta annak idén, ugye a Benzsinek az anyukája, hogy azért szeret engem nagyon, mert mindig másképp nézek ki. Az órom egyszer balra áll, egyszer jobbra áll. Ugye mindig van egy-két szakadás, egy kis horzsolás. Tehát soha nem tud megúni. Mindig van bennem valami új. Őt kéne megkérdezni, ő ugye elfogadta. És amúgy kint, hogyha mész, mennyire ismernek meg úgy? Hát meglep időnként például a Facebookon is, mennyi ismerős előleg próbálnak ugye azért, hogy kapcsolatot keresni velem, vagy más küzdősporták beliek, akikhez én nagyon sokat jártam le, amikor sérült volt a kezem, és nem tudtam boxezést folytatni, lejártam egy ütőrugó sportágokra. Nagyon sok barátom van a birkózásban is, más küzdősportágban is, és úgy én azt gondolom, hogy egy nagy család, nagyon-nagyon jó velük találkozni, mindig tanulni valami kis apróságot innen-onnan, ahogy ők is nyilván az ökölvívásban nagyon sokat profitálnak. Olimpiai bronzérem. Ez így utólag, így most már fényes, vagy ez lehetett volna fényesebb is?
Nem, nem, úgy érzem, hogy az a Duvergel, akitől kikaptam, az abban a pillanatban szerintem a világ valóban az egyik legjobb boxolója volt, Duvergel. És hát volt egy-egy ütés, ami meg tudtam lehetni, keményebb ütések, de nem tudtam befejezni a meccset, és ugye a mérkőzés gyakorlatilag nem tudtam magam javára fordítani, tehát erősebb volt. Nagyon jók a kubaiak, hogy tudjuk a világ legjobbjai, ugye az amerikaiak, az oroszok és az orosz tagállambeliek, akkor még volt a német, ez egy kicsit egysikó stílusuk, az a vívó, ökölvívó, de aztán keverték már ők is a verekedéssel. Az ázsiai box is egy egész érdekes dolog. Nem könnyű az ökölvívás mezejében eredményt elérni. Mi volt a te erősséged? A verekedés, vagy inkább az észfifika, táncolás, a vívás? Hát ami az erősségem lett volna az elsősorban, hogyha elfutok, de ugye ezt a boxmeccset nem lehet megcsinálni. Ugye nekem, mi alacsony vagyok a súlyomban, nekem közel kellett mennem. És ugye a közelharc, belharc volt az az igazi, amit én eredményesen tudtam képviselni. Ugye nagyon nagy szerencsém volt, hogy ott volt Paplaci bácsi, a mester, aki ugye kimondott 71-75 kg boxot 168 vagy 170 centivel, ami azért nem egy magasnak mondható a súlycsoportjában. És hát a világ legjobbja volt, három olimpiát nyert, ugye nem kellett bemutatni, mindenki tudja, hogy a világ legjobb boxolója volt, akár amatőrben, vagy a világbajnokságra, és ha engedik a világbajnoki címért boxolni, ott is lett volna esélye, mert azra kellettem boxolni a VB meccsére, akit már megvert amatőrbe. Igen. Tehát nagyon nagy fájdalma volt, amit ugye sokszor említett, hogy nem tudott boxolni a profi világbajnoki címért. Tehát te viszont azon szerencsések közé tartozol, aki dolgozhatott Paplacival együtt. Nagyon nagy szerencse volt. Életem legszebb pillanatai voltak, hogy találkozhattam vele, tanulhattam tőle. Az a szerénység, ami ő belőle árat, az a közvetlenség. Szóval ma azt látom, hogy rossz esetben vannak olyanok, akik belekerülnek mondjuk egyszer a nyilvános műsorokba, ma nem áll magával a szóba, vagy olyan nagyon fönnhordja az órát. A mester nem lehetett megelőzni köszönésben, mindig elmondom róla, hogy a takarítónéninek, a konyhásnéninek már messziről kiabált, erőizom, C-vitamin, mindenkit üdvözölt már messziről, tehát őt nem lehetett megelőzni köszönésben. Most nyilván, most olyan emberekről beszélek, akiket úgy nyilván tartott valamire, mert például az is benne volt az ő stílusában, hogy aki nem volt rá érdemes, annak a nevét se jegyezte meg. Tehát most edzőtáborokra gondolok, hogyha valaki olyan volt, aki nem úgy dolgozott, és volt egy riport, ő nem azért nem tudta a nevét, mert amúgy nem tudtam megjegyezni, nem tartotta érdemesnek rá. Tehát volt olyan, amikor a Csütönyi Sándor, ugye a Rökkösszövetség elnöke, még akkor ugye edzőként segítette a munkáját, ő segített be, hogy ez így hívják, úgy hívják. Uh-huh. Nem jegyezte meg, tehát megjegyezhette volna, de aki úgy érezte, hogy nem úgy dolgozik, nem úgy viselkedik. Tédet tudta? Hogy? Tédet tudta? Velem állandóan viccelődött, és ez nekem óriási dolog, hogy tudta a nevemet, és nagyon-nagyon sokat viccelt velem, és az emberi nagyságát kiemeli, hogy nekem az én edzőmmel, a Badari Tibivel, akinek ugye a legtöbbet köszönhetek, mert ugye a Tusi bácsinál kezdtem, Bakonyi Nándornál, aki megszeretette velem az ökölvívást, ha ő nincs, valószínűleg nem is bunyózok, hogy a Badari Tibivel nem voltak jó viszonyban. Aztán utána rendeződött, hál' Istennek, és ugye velem nem éreztette sose az ő konfliktus helyzetüket. És velem olyan aranyos volt, hogy soha nem éreztem azt, hogy a Badari Tibivel esetleg nincsenek olyan baráti viszonyban, mint kéne. Igen. Tehát nagyon nagy ember volt. Annak ide hogy kerültél el a ökölvívó edzőterembe? Hát egyszerű történet. Bekergettek, vagy? Nem, rosszabb, ennél sokkal rosszabb. Hát ugye kezdtem mondani, hogy a lányok védenek meg az utcán, meg az iskolában, és ugye olyan környéken nőttem föl, ahol hát azért elég rossz volt a 7. kerület, Szálca utca, Verseny utca környékén. Többé kevés az osztálytársaim is ugye onnan kerültek ki, akik mondjuk túlkorosak voltak, vagy már fiatalon ugye elég zűrös családból származtak, és ugye ott hamar rájöttem arra, hogy nem ártana, hogyha meg tudnám magam védeni. Mert ugye az kellemetlen volt, amikor a lány testvére, meg az ő csapata a barátnőivel mutatta meg, hogy ki bántott, és akkor megverték a fiúkat. Volt, akit betettek a kukába, rácsukták a tetőt. Szóval az egy kicsit úgy kellemetlen volt, és amikor ugye Tusi bácsi jött ilyen ökölvívást hirdetni az iskolákba, és amikor ugye találkoztam, akkor ugye eszembe jutott, milyen jó lenne, hogyha nem a lányok védenének meg mondjuk az utcán, hanem meg tudnám védeni magamat, és azért az első motivációm ez volt, hogy lemenni egy edzőterembe. Hány éves voltál akkor? 13, 14, tehát 13 inkább.
és ugye hát ott olyan szeretetet kaptam, tehát mint edző, igazából nem csak az edzésével fogott meg, hanem hogy ugyanolyan volt, mint az apám lett volna. Tehát úgy édesanyámék ugye fiatalon elváltak, nagyon jó volt vele találkozni, tehát éreztem azt a szeretetet, uh-huh. azt a törődést, hogy figyel rám, tehát valószínűleg kiérdemeltem azt, hogy ő egyáltalán megjegyezte a nevemet. Tudod azt? Visszatudsz arra emlékezni, amikor érezted te magad úgy, hogy jó úton jársz, hogy valóban neked bunyóznod kell? Igen, hát kell egy igazolás mindenkinek arra, hogy ő most végül is a világhoz viszonyítva, a legjobbakhoz viszonyítva, hol áll. És igazából az nyugtatott meg, amikor többször kerülhettem a helyzetbe, hogy a világ legjobbjaival, kubaiakkal, oroszokkal, amerikaiakkal, orosz tagállambeliekkel, akkor ugye még volt nem csak Szovjetunió, hanem ugye hajnamos soroljam végig őket. Nagyon jók, akár a hazai viszonylatban is, ugye akkor nem egy-két emberből állt a válogatott keret, hanem ott komoly 4-5-6-8 ember is volt egy súlyban, hogyha kivitték volna esetleg bármelyiket, lehet, hogy foghatott volna érmet. Tehát ott azért mi beszélhetünk csapatról. Ugye a Badari Kajdé korszakát ugye nem kell bemutatni, ugye a 80-as, 90-es években voltunk mi, és hát ugye most, ahova elérkeztünk, az nekem azért fájdalmas és szomorú, mert úgy látom, hogy vannak ügyes gyerekeink, de már komoly csapatunk nincsen. És ez fáj nekem, mert ugye egy olyan sportágról van szó, mert mi magyarok elég híresek voltunk, és azért a méretünkhöz képest sokkal nagyobb tudtunk kapni a tortából, tehát eredményeket értünk el világversenyeken, tehát a magyar körülvívást szerintem azért az híres. Melyik volt, még nem választottál arra kérdés, melyik volt az a verseny, mi volt az, amikor végleg úgy megnyugodtál, hogy jó helyen vagyok a ringben? Van olyan, vagy van olyan ellenfél, akit legyőztél, és akkor mondtasz, hogy igen? Ez nem egy mérkőzésen dől el, úgy folyamatosan. Mm-hmm. Tehát amikor az ember többször boxol egy olyan, aki már világon ott van az elitben, és meg tudja szorongatni, mert le is tudja győzni, az ad egy egészséges önbizalmat, hogy hát akkor azért van mit keresni. Mm-hmm. Tehát az egy kicsit úgy helyre teszi az ember önbizalmát, hogy csináltam vele egy jó meccset, ha netán nem is sikerül megverni, de megszorongattam, hogy mertem, nyertem a menetekből egyet-kettőt, vagy esetleg perceket tudtam uralni úgy, hogy én voltam a dominás. Tehát ilyen szempontból ezek önbizalmat adnak, és ez a leghitelesebb. Meg hát ugye az edzőid, amikor ugye hitelesen nem dicsérnek akkor is, amikor jól megvernek, hanem elmondják őszintén, és ugye voltak olyan edzőmtől Kajdi is, Modali Tibi is, Paplaci bácsi is, akiknek a szava az aranyat ért, mert azok őszinték voltak, és az is önbizalmat adott, hogy egy dicsérő szót kaptál. Hát igen. Profiként is boxoltál egyes hírek szerint. Igen. Ez mit jelent? Hány meccset tudtál egyáltalán boxolni? Kellett-e neked ez a profi múlt? Nem, igazán komolytalannak tartom az én profi sportpártársamat olyan szempontból, hogy elég vakmerő voltam, mert ugye 90-ben abba hagytam az ökölvívást. És ugye 90, hát ugye akkor nem volt még a hazai viszonylatban a profi ökölvívás szinte sehol. Így. És akkor nagyon nehéz volt egyáltalán olyan menedzser, talán olyan edzőt, akiben az ember azt mondom, hogy kimehet nemzetközi viszonylatban valóban, mert amatőr volt, és nem is lehetett beszélni a profi ökölvívásról. Annyira tiltva volt a kettő, hogy nem is beszélhettek egy nap róla. És ugye nekem volt szerencsém még a Félix édesapjával, Rácz György. Igen. Egy olyan meccset csinálom, ami talán a profi mérkőzésem között a legemlékezetesebb volt, ugye Pálfi Andrissal, aki egy jó ökölvívó volt, és ugye abban az időben ő csúcson volt, oda járt a kezdésre abban a teremben, amit én béreltem a KSI-ben. Uh-huh. És ugye én láttam napra készen, hogy ők hogy edzettek, Murgúj, Takács, a Gálfi, tehát sok ügyes gyerek volt ott, más sportágokból is, jégkorongozók, nagy darab erős fiúk jöttek le, és hát ott jó volt kesztyűzni, és akkor ugye hát az nagyon jó volt, hogy azokat én csinálhattam, tarthattam, részt vehettem benne, ez egy nagyon jó dolog volt. A Gálfi elleni meccsed volt a profi pályafutása során a mérkőzés? Szerintem a legkomolyabb mérkőzés vele volt, mert ugye az a kettő, ami előtte lett volna, az szerintem nem. Jó, az olasz az kemény volt kín Olaszország. Hány meccsed volt profiként? Három. Tehát volt egy első meccsem egy olasz országban lévő tunéziai afrikai sráccal. Uh-huh. Hát az baromira kemény srác volt, tehát nem úgy menedzseltek, ahogy ugye most, hogy az igen. Igaz, hogy 6 menet volt, vagy 8 menet volt, azt tudom, tehát a nem 12 uh-huh. menettel kezdtem, de az egy kőkemény srác volt, tehát az utána nézve azért az kiderült, hogy ez egy elég komoly, tehát a ranglistán, tehát igazából nem szabadott volna vele kezdenem, de ettől függetlenül úgy adta az élet, hogy
vele kezdtem az elsőt. Hát abban az évben volt azt hiszem 5 vagy 6 felkészülésem egy meccsre, ami mindig elmaradt. Tehát így már nagyon-nagyon nehéz volt hitelesen készülni, hogy talán elmaradt, talán nem. És ugye ez a 6. meccs, ami először összejött, az volt olyan, hogy tényleg lett belőle valami. Most a körülményekről ne is beszéljünk. A lényeg az, hogy az egy erős srác volt, pontozással kikaptam. Aztán ugye volt egy másik, egy szerb gyerek, ha jól emlékszem, azt hiszem nagyon jól boxoltam, sikerült megvennem, és ugye a Gálfival volt ez a mérkőzés 6 év kihagyás után, 96-ban, hogy ebédeltem otthon, és egy újságíró fölé volt, hogy boxolnék a Gálfi Andrással, és mondom, hát én persze, én ne boxolnék, mert ugye szóba jött, hogy akkor neki azt hiszem, a 3 öve volt, ilyen világbajnoki címet nyert, és övei voltak, ha úgy tudom, és ugye akkor ő nagyon menőnek számított, és akkor még emlékszem, be is jött a munkahelyemre, megye benzinkutasként dolgoztam a Molnál éjszaka, és bejött hozzám egy kicsit piszkálódni, hogy lesz rád, aki pénzt tesz. Hát mondom, Andris, te ne foglalkozz ezzel, menjél haza és edzél, mert hát úgy próbált amortizálni engem, hogy hát ki fog rám pénzt tenni. És mondom, meg lesz hozzá, te ezzel ne foglalkozz, mert ugye hát egy pénzdíjas meccs volt, ugye meg voltunk állapodva, illetve az én oldalam. Igen, de az volt a lényeg, hogy az ő világbajnoki címei nem forogtak veszélybe, nem ez forogtak a veszélybe, ezt igen. Tegyük hozzá. És ugye hát az én oldalamat csak érdekességképpen, hogy a Tasnádi Péter képviselte a másik oldalt, meg a Serez Zoltán, és így azért elég komoly olyan garnitúra jelent meg a mérkőzés helyszínén, és hát ugye megmondom őszintén, hál' Istennek örülök, hogy megcsináltam, mert végül is jól jöttem ki belőle. És nem abba is hagytad? Igen, utána abba hagytam. Végre abba hagytam, mert azért még kedvem lett van a boxon. Lehet, ha kapok még egy telefont, akkor folytatom tovább. De ideje volt, 36 éves voltam, ugye 6 év kihagyás után elvállalni. Ma már nem vállalnám el nyilván, tehát akkor még volt bennem annyi valószínűleg akarat, hogy úgy éreztem, hogy biztos, hogy meg fogom nyerni. Hát azért vállaltam el. Azt mondta, hogy 13-14 éves korodban kezdtél el boxolni. Ma már azt mondják, hogy ez már késő. Ebben a korban elkezdeni sportolni, és sportolásról beszélünk most, nem hobbiról. Ugye edző voltál, vezetőedző voltál a Vasasnál, tehát ebből a szemszögből is van rálátásod a dolgokra. Valóban igaz az, hogy ma már késő, 13-14 éves korban elkezdeni egy sportágat? Szerintem nem. Ugye a gyerekeknek van egy olyan része, nagy része, aki már gyerekként is komolyabban tudja fölfogni a körülötte lévő eseményeket, komolyabban áll hozzá, de amúgy gyerek. Tehát ugye most a kor meghatározza egy gyerekkort, ugye nálam gyerek azt mondom, legalább 14-15 éves koráig, hát még ugye nem beszélhetünk másról. És ugye most már küzdősportágok nagy többségében, ütőrúgó sportágokban azt veszem észre, hogy már 6 évesen elkezdik, ami lehet, hogy jó, hát ezt ők tudnák megmondani, hogy miért jó, mert ugye csak csinálják, tehát az eredmények valószínűleg őket igazolják, hogy ugye nyerjenek is kisebb korosztályban versenyeket, és aztán később felnőve még tovább folytatják. Az ökölvívásban úgy érzem, ez nem válna be. Nálunk ugye a 14 éves korig, 13-15 éves korig van ugye a serdülő, tehát ugye nálunk igazából a versenysportot ilyen időtájban kezdhetik el, ami szerintem egészségvédelmi szempontból, meg az, hogy komolyodjon, és azért tudja nagyjából, hogy mit tanul, és mire használja esetleg később a tudását. Tehát ugye kell egy olyan, hogy már egy kicsit beérjen. És az ökölvívásban mi ebben el vagyunk maradva a többi küzdősportáktól, ahol jóval korábban kezdik el. És amit látok, hogy egyre többet tanulnak kéztechnikát az ökölvívástól. Tehát most már egyre több olyan küzdősportágat látok magunk körül, aki nem ökölvívással foglalkozik, de nagyon ügyes a keze. Tehát nagyon sokat tanultak az ökölvívástól. Ahogy ugye nyilván én is annak idején, amikor sérült volt a kezem, lemertem a küzdősportágokhoz, és én is sokat tanulhattam tőlük. Ők is sokat tanultak a ökölvívásból. Ma már nem edzősködsz. Azt mondod, hogy elégedett voltál a sportolói pályafutásoddal, akkor szerintem az edzői pályafutásodra már nem leszel ennyire pozitív. De büszkébb vagyok rá. Én szerintem az edzői pályafutásom az elég sikeres volt, mert ha úgy emlékszem vissza, hogy minden évben szinte megnyertük a csapatversenyt, ugye azért valljuk be őszintén, a Honvéd megszűnt, aki nagyon erős rúg volt, tudjuk, hogy ha más nem az ország legjobb ökölvőjét bevitte 2 évre, vagy másfél évre, mert ugye akkor már csökkent a katonaidő, és ugye a legerősebb szakosztály voltunk, de azért voltak ott a Paks, a Borsodi bányászklubok, a Paksi klubban, ahol ugye rengeteget hívtak engem is, hogy menjek oda,
Tehát ugye nagyon jó klubok voltak, sokkal több versenyző volt, nagyobb csapatok voltak, erős volt az ökölgás abban az időben. Igen, csak ugye még amatőrként úgymond ki tudtad magad futni, azért edzőként nem hiszem, nem edzősködsz, és még fiatal ember vagy. Tehát magyarul ez az ív akkor sem teljes, akkor sem. Hát az, hogy nem edzősködök, annak van oka. Jó, ugye, persze mindig mindenek van oka. Igen. Nyilván ugye a fiamban nagyon jó dolgod, és a fiam körülötte nagyon jó versenyzői voltak. Ugye a Darmos, ugye hát csak hogy mondjam, hogy több felnőtt válogatott versenyzőm volt. Akkor még a Vasas, ugye én azt gondolom, hogy nagyon, nagyon ott állt a toppon, elsők voltunk, ugye minden évben menjettek a csapatversenyt, külön díjas lettem edzőként, ökül azon a legjobb edzője, sok díjat kaptam, a kerületi polgármester szinte 2-3 évente beívott, kitüntetett, nagyon aranyos volt, ugye a sportot nagyon támogatta, köztük az ökölhívást is, úgy érzem, hogy képbe voltunk mi is, és hát nagyon jó volt ott a Angyalföldön 13. kerületben a Vasasba lenni. A legerősebb szakosztály volt, és ugye elég sikeres voltam, mint edző is. Válogatott edző is, meg klubedzőként is. Jó volt nagyon. Csak aztán kurtán furcsán véget ért minden. Hát a furcsaságban azt nevezném, hogy igazából azt láttam, hogy a sikernek kezd sok gazdája lenni, és ugye hát volt olyan kollégám, aki úgy éreztem egy kicsit, hogy elszipkázza a jó versenyzőimet, válogatott edzőről beszélek, és ugye azt várta tőlem, hogy adjam oda a gyerekeimet, és ő csinálja a versenyeken, de közben azt láttam, hogy ez csak velem csinálja meg, és valamikor sportársak voltunk, más klub versenyzőjével odaengedte az edzőjét, odaengedte az apukáját, de nálam úgy éreztem, hogy kiveszte az irányítást a kezemből, és ez igazából nem tetszett. Kovács Lászlóról van szó, el is tudom mondani, tehát ugye meglepett engem, hogy aki valamikor sportársam volt, úgy háttérbe szorított, és nem nézte jó szemmel, hogy mondjuk a Vasas versenyzőivel szeretnék foglalkozni, mert ugye mégiscsak a tanítványaim. És ugye elkérte a legjobb versenyzőimet, de én úgy érzem, hogy nem segített annyit, mint amennyit elkért és elvárt tőlem. És ez azért egy kicsit rosszul esett, tehát itt egy kicsit ugye elment a kedvem. Rengeteg jelentést írogatott velem, gyakorlatilag minden napom azzal tett, hogy jelentéseket írtam a napi edzésekről, a heti, a havi, az éves edzésről, edzésterveket írtam. Tehát igazából már nem arról szólt a munkám, hogy napi 3 vagy 4 edzést tartok, hanem jelentéseket írok. És igazából ez elég elvette a kedvemet. De ennyire, hogy most már? Nem, most már egyre jobban azt érzem, hogy hiányzik. Na. Egyre nagyobb energiát érzek arra, hogy visszaszálljak az ökölhívó sportban, és megint olyan aranyos kisgyerekekkel legyek körbevéve, akik felnőnek, megerősödnek, és sikeresek lesznek. És ez most úgy érzem, hogy egyre jobban hiányzik, és most már azt veszem észre, hogy elég nehéz magam visszafogni, hogy tartsak esetleg komolyabb szinten edzéseket, tehát versenysportban, ne csak ilyen magánedzéseket, meg ilyen privát tanulókat, akik nagyon sokan keresnek így is, csak vagy elvállalom, vagy nem, mert ugye az időm az nagyon sokat ér, nekem soha nem volt ennyi idő, mint most, és így örülök neki, hogy most az érdeklődésem is ugye visszakerült abba a pályára, amit én igazából szerettem, és előfordulhat, hogy előbb-utóbb vissza fog térni. Ez érdekes, mert ugye most már jó pár éve, nem tudom hány éve a Magyar Nemzeti Múzeum fegyveres biztonsági őre vagy, ott dolgozol, akkor, hogyha jön egy telefonhívás, akkor leteszed a fegyvert, és akkor újra csak edzőként dolgozol tovább? Ezt én még nem állítanám. Én azt gondolom, hogy ez most érik bennem, most egy jó fél éve, egy éve egyre jobban hiányzik. Ennek nyilván vannak okai, nem biztos, még nem végleges, hogy én visszamegyek a versenysportba, de úgy érzem, hogy egyre nagyobb a hatása annak, hogy vissza fogok kerülni. Elég sokszor mondtam nevet, amikor hívtak klubokhoz, vagy magánedzéseket tartok, ugye most is komoly embereknek, akik ugye nagyon szépen járnak edzésre, szépen fejlődnek, tehát nem szakadtam el úgy, de nem a versenysportban vagyok. Most inkább ilyen barátok, ismerősök szintjén. Tehát ha most valamelyik nagyobb klubtól felhívnának, akkor igencsak elgondolkodnál. Gondba lennél. Igen, gondba lennék, mert 2 ilyen klub is van, ami szívemben nagyon fontos lenne. És ugye mind a kettőnél voltam a Honvédnál 16 évig versenyző, a Vasasnál 14 évig edző, és én úgy érzem, hogy előfordulhat, hogy esetleg később akár ezekhez a szakosztályokhoz, vagy esetleg másokhoz
újra kezdem és folytassam az ökölvívást. Zárásként, mi van a fiaddal, Benjivel? Örülök hogy neki. Van? Igen, örülök neki, hogy ennyi év után, ugye nem tudják sokan, hogy 8 éves korától bunyózik, ami azért már az 23. éve, igen. És azt látom, hogy töretlen lelkesedéssel, töretlen szorgalommal és akarattal, én úgy veszem észre, hogy szereti csinálni. Tehát ennyi év után, én 16 év után egy kicsit ugye elfáradtam. De rajta én ezt nem látom. Nyilván biztos vannak nehéz időszakok, amikor olyan mennyiségű edzést végez, ami már biztos, hogy sok. De azt látom, hogy még maximálisan nem is gondol arra, hogy esetleg visszavonuljon. Sőt, nem is szabad visszavonulni, úgy látom, mert még mindig van olyan tehetség, hogy esetleg, ha kijutna egy olyan világversenyre, mondjuk, hogyha most tényleg így van, ahogy mondogatják, már sok év, vagy lehet menni amatőrnek is, amatőr olimpián részt venni. Tehát profiként. A profit mehet, igen. Igen, tehát én azt gondolom, hogy van is esélye. Tehát most például a legutóbbi mérkőzés, ami ugye Angliában volt, én úgy volt, hogy kimegyek, és aztán végül is nem mentem ki, de amiket hallottam, hogy jelenleg láttam is, hogy jól sikerült a mérkőzés. Tehát én azt gondolom, hogy most volt ugye Spanyolországban edzőtáborban, ami szintén nagyon jó, sikerült, első nap hívott és mondta, hogy apu 5 órát aludtam, és a kesztyűzésen olyan szépen ment a bunyó, és olyan jó ökölvívókkal találkozott, hogy mi meg is jegyezték, hogy túl erős a Benji. Tehát ugye az jött ki, hogy hát a Benji nem tudták, hogy világbajnok, Európa bajnok, mert ugye ők profik voltak. A Benji is most már nem olyan régóta profi, de ott ugye van több szervezet, és úgy meglepődtek, hogy a Benji azért milyen erőt képvisel. És hát a Benji is mondta, hogy nagyon jó volt ott lenni, nagyon jó volt velük sparingolni, és úgy éreztem, hogy erősek voltak hozzá képest már úgy fizikumra, de abszolút nagyon jól érezte, és jól ment a kesztyűzés, amiket mondott, és hallottam tőle, az nagyon bizakodan töltött el, hogy lehet neki esélye akármelyik komolyabb szervezetnél is esetleg egy jó menedzseléssel, és ott van Rácz Félix, aki ugye hál' Istennek nagyon szépen viszi a magyar profikat is, azért az egy eredményesebbek, hogy egy jó komoly meccset, egy jó szervezetét tudjon nyerni. Így legyen. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és akkor legközelebb akkor leszel itt, és remélem hamarosan, amikor arról fogsz majd beszélni, hogy a Honvéd, vagy éppen a Vasas ökülőszakosztály vezető edzője lettél ismét, és hogy milyen nagy terveid, céljaid vannak. Bízunk benne, hogy nem kell hozzá újabb 5-6-7 évet várni, hanem hamarosan eljön ez is. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm szépen. További sportosat.